Köszöntöm nézőinket, Önök a Pont ma külön kiadását látják. Vasárnap este 6 órakor a látványos megnyitó ünnepséggel hivatalosan útjára indult az Európa Kulturális Fővárosa program sorozat. Az elkövetkező egy évben a pécsiek és az ide látogató turisták mintegy 350 program közül válogathatnak. A nyitó rendezvényre számos politikus érkezett Pécsre, egyebek között városunk vendége volt Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is. A kormányfővel Mokos Tibor beszélgetett még a megnyitó előtt. Köszöntöm a Pécs TV nézőit, és köszöntöm Pécset, Bajnai Gordont, a Magyar Köztársaság miniszterelnökét. Jó estét kívánok! Miniszterelnök úr, ma tájékozódott a kulturális fővároshoz kapcsolódó beruházások állásáról. Általában véve mit tapasztalt, és mi a véleménye, okozhat a programok lebonyolításában fennakadást az, hogy egyes létesítmények csak évközben, vagy esetleg év végére készülnek el? Én nem hiszem, hogy ez fennakadást okozna. Amikor 2008-ban összeültünk az akkori pécsi menedzserekkel és városvezetéssel, és eldöntöttük, hogy hogyan észszerűsítik a projektet, és hogyan gyorsítják fel a végrehajtást, akkor tudtuk, hogy milyen határidőkkel mire kell készülni. Azóta ezt úgy látom, hogy mindenki tartja. És a programok már eleve úgy kerültek kialakításra, hogy az, hogy egyes létesítmények évközben fejeződnek be, vagy készülnek el, az nem zavarja magát a programot. Egy rendkívül gazdag programról van szó, 350 hivatalos rendezvényről, szinte az év minden napjára jut majd valami, és ebbe ütemesen lépnek majd be azok a létesítmények, amelyek közül néhányat én is megnéztem, és azt láttam, hogy hát ezek elég jól állnak. Úgy hallottam, van olyan, például a Tudásközpont, ami akár még jóval előbb is elkészülhet, mint amilyen határidőt korábban reálisnak véltünk. Ez jó hír. Miniszterelnökként mit tett és szándékozik-e tenni valamit a projekt sikere érdekében, a jövőben? De már jó ideje van részem ebben a projektben, hiszen az Európai Uniós pénzek, fejlesztési pénzek elosztásáért felelős kormánybiztosként, miniszterként felügyeltem azt a részét a projektnek. Volt is vitám a városvezetéssel időnként arról, hogy lehet olyan beruházást csinálni, ami nem csak egy évre szól. Mert Pécsnek 35 milliárdot nem egy évre kell elköltenem úgy, hogy alapvetően változzon meg ennek a városnak a szolgáltatási színvonala, legyen jobb, európai, modernebb. Nem csak egy évre kell Európa kulturális fővárosának lenni. Én azt szeretném, hogyha Pécs Magyarországról az a város lenne, amelyet Európa kulturális térképén hosszú távon nagy kövér betűkkel, vastag filccel jegyeznek, mert ami itt elkészül, az Pécsen túlmutató, de fenntartható kell, hogy legyen olyan beruházás, amit Pécs a maga bevételeiből folyamatosan fent tud tartani. És abban is volt vitánk, és aztán ezt jó megállapodással zártuk, hogy a pénz minél nagyobb részét fordítsák olyan beruházásokra, ami nem csak egy-egy épületben testesül meg, hanem a város minél nagyobb részét rakja rendbe. Így a megtakarítások, amik keletkeztek az észszerűsítésből, azok is Pécset kerülnek felhasználásra. Nem tudom, egyetérte velem, vannak párhuzamosságok a kormány teljesítményének a megítélésében és az EKF megítélésében, abban a tekintetben legalábbis, hogy két véglet van. Az egyik a mindenre fejet ingató, mindent lefitymáló pesszimizmus, ami szerint hát ebből úgyse lesz semmi, ennek itt semmi értelme, ebbe le se kellett volna kezdeni, illetve a másik véglet, ami szerint most már úgy jó, ahogy van, már nem is kell tennünk semmit. Mi jelenti a nagyobb beszéd, a kisítőség, vagy az a csodavárás? Pont ezt a beszédet mondtam el nemrég, amiben azt mondtam, hogy két nagyon nagy ellensége van a válságkezelésnek, de két nagyon nagy ellensége van az olyan projekteknek is, óriás projekteknek, mint ami Pécset zajlik. Az egyik a csodavárás, mert az azt üzeni, hogy majd jön valaki, aki megoldja helyettünk a dolgot, a másik a reményvesztettség, mert az is az meg arra ösztönöz, hogy ne csináljunk semmit, úgyis mindegy. A tétlenség az nem vezet sehová. Pécs példája is azt mutatja, hogy egyetlen egy módja van annak, ahogy Magyarország, benne Pécs is ki tud jönni ebből a nehéz helyzetből, az pedig az összefogás, a sok vita meg beszéd helyett a lényegre koncentrálás, és a kitartó, elszánt, szívós munka. Ezt csinálják a pécsiek jó ideje, ezért illeti őket köszönet, mert itt nem csak Pécset képviselik, egész Magyarországot. Egy éven keresztül most Pécs lesz Magyarország ablaka a világra, kirakata. Ezen keresztül ítélik majd meg Európában Magyarországot, és ezért döntő jelentősége van annak a hitnek, bátorságnak, amit itt a pécsiek, Toller Lászlóval kezdve, Tasnádi Péterrel folytatva, és aztán tragikus halála után most Páva Zsolttal végvive, végigvisznek, és amin keresztül Magyarország egészének azt üzenik, hogy össze kell fogni, nem veszekedni, hanem a lényegre koncentrálni, dolgozni keményen, és akkor kijutunk a nehézségekből. Az józan észre könnyen belátható, hogy a kultúra ugye nemzeti ügy, pártok felett álló ügy,
legalábbis az kellene, hogy legyen. Ugyanakkor 2010 nem csak a kulturális főváros éveit Pécset, hanem a választások éve is. Megítélése szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az LKF projektben, az LKF-ben, mint ügyben ne jelenjen meg a politika, a kampány? Nézze, vannak nagy nemzeti ügyek, amik nem arról szólnak, hogy ki van éppen hatalmon, hanem hogy az egész ország érdekét és összefogását igénylik. Nézze meg, hogy Svédországban például, amikor most Svédország adta az Európai Unió soros elnökségét fél évig, akkor a meghatározó pártok közösen aláírtak egy megállapodást, hogy fél évig nem vitatkoznak alapvető ügyekben, mindannyian azt segítik, hogy Svédország jól szerepel, és ez egy nagyon nagy siker volt, nagyon sikeres elnökséget tudtak itt csinálni. Én azt gondolom, hogy a kulturális főváros szempontjából, meg hagyd mondjam így néhány más szempontból is, Magyarországnak arra lenne szüksége, hogy ezekben az ügyekben legyen egy alapvető megegyezés, hogy ne azzal akarja magát valaki erősíteni, hogy a másik javaslatára mindig nemet mond, mindkét oldalról, hanem azzal akarja magát erősíteni, hogy tesz Magyarországért, tesz a kulturális főváros sikeréért, az alapvető nemzeti ügyeket megoldani akarja, és nem veszekedni akar róla. Ilyen alapvető nemzeti ügy, amiben szintén egyetértés szükségeltetne, az is, amit említeni szeretnék, egy minapi nyilatkozatában ön úgy fogalmazott, hogy a Jobbikot nem tartja demokratikus pártnak, később az államfő nevében Kumin Ferenc gyakorlatilag megerősítette ezt az álláspontot, mondván, hogy ez a politikai szabad véleménynyilvánítás kategóriába tartozik. Mennyire érzi reális veszélynek a radikális jobboldal általában szélsőséges eszmék további térnyerését Magyarországon? Szerintem minden józan ember reális veszélynek érzi, hiszen itt masíroznak az utcán, fenyegetnek másokat, ki akarnak zárni embereket a magyar társadalomból. A Magyarországon, mintha nagyon sokan elfelejtették volna, hogy a múlt évszázadban milyen iszonyatos veszteség, kár, rombolás, gyász kísérte azt, amikor ezeknek az eszméknek szabad teret engedtünk egy időre. Kellene tanulnunk a saját történelmünkből, meg kellene tanulnunk, hogy milyen iszonyatos vesztenivalónk van. És azért gondolom, ezért mondtam el ezt nemrég néhány beszédben is, hogy Magyarországon a demokratikus pártoknak ebben a kérdésben nem egymással kellene vitatkozni. Hiszen mindegy, hogy az ember egyébként jobb oldalról vagy bal oldalról képzeli el a demokratikus keretek között a problémák megoldását, egyben mindenképp közösnek kell lenni, hogy a szélsőségről nem jöhet megoldás, a szélsőségről csak rombolás jön. Ezért mondtam azt, hogy természetesen a demokrácia egyik paradoxona, hogy antidemokratikus, a demokrácia ellenes erők is hatalomba juthatnak a demokrácia eszközeivel, hiszen éppen a szabadság teszi ezt lehetővé. De a demokratikus pártok felelőssége, hogy ebben a kérdésben fogjanak össze, mert Magyarország számára ez jelenti a legnagyobb veszélyt. Egyetlen kérdés a végére, tervez-e a mandátum lejártával bármilyen fajta politikai funkciót, akár szakpolitikai, szakértői minőségében, vagy teljesen eltűnik a nyilvánosság szemelől? Pihenni szeretnék, óriási krízismenedzsmentre lesz szükségem, óriási deficiteket halmoztam fel a családom irányába, és szükségem lesz a nyáron arra, hogy néhány hónapot mindenképpen munkán kívül és a családdal töltsek, utána meg majd kitalálom, hogy mit csinálhat az ember 42 évesen volt miniszterelnökként, milyen polgári foglalkozást lehet azzal űzni. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és szívesen látjuk itt Pécset bármelyik kulturális fővárosi programon, és 2011 után is. Köszönöm még egyszer. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk. A Pontmával, benne az elmúlt 24 óra legfrissebb híreivel pedig 19 órakor várjuk Önöket. Ne feledjék, élőadásunkat nézhetik az interneten keresztül is, www.pechtv.hu. Ugyanott a videótárban régebbi híreinket, riportjainkat, magazinjainkat is megtekinthetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!